Köszöntöm Önöket, február 18-a péntek van, ismét itt a Weekend, a Kölcsey Televízió kulturális magazin műsora. Mai témáinkból következik néhány. Gasztronómiai fesztivált rendeznek a Rétközi Papközségben, holnap disznótoros ételeket kínálnak, vasárnap pedig hájas süteményekkel, hagyományőrző programokkal várják az ideérkezőket. A kalóriák után mozgás következik, 9. éve tart töretlen sikerrel a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat, amely meglepetésekkel és újdonságokkal startolt februárban. Ezen a héten van a házasság hete, a még látogatható programokról beszélgetünk a híradó után, és végül, de nem utolsó sorban egy országos mércével is különleges almanahot mutatunk be. 21. alkalommal jelent meg a megyei sportévkönyv, amelynek kollégánk H.R. Zsigmond az egyik szerkesztője, most pedig gasztro program. Hájas tepertős és kolbászos süteményeket is kóstolhatnak a látogatók a Rétközi Disznótoros és Hájas Sütemények Fesztiválján. Vendégünk a szervező, Táncolj és Mulass velünk közhasznú egyesület elnöke, Túróci Zsolt. Szia, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. A Táncolj és Mulass Egyesület 2010-ben alakult. A nevéből is lehet hallani, hogy Isten igazából mi a hagyományőrzés, a néptánc irányvonalon indultunk el 2010-ben. Az évek folyamán mi vidéki településeken, kisvárosokban folytatjuk a tevékenységünket, és észrevettük, hogy akkor jó táncolni, hogyha mellette tudunk egy kicsit enni, tudunk egy kicsit mellette inni, tudunk egy kicsit mulatni, ezért is ugye lett nekünk a Táncolj és Mulass. Hosszú év. Ez annyira pozitív név, tehát szerintem aki meghallja, vagy ha esetleg pályáztok, vagy bármilyen programot szerveztek, akkor lehet, hogy nagyobb sikerrel történik mindez, hiszen van egy pozitív kicsengése már magának a névnek is. Ez így van általában, amikor az Egyesület ugye különböző beszerzéseket, vásárlásokat végez, és ugye számlát kér, akkor ugye szoktam mondani, hogy a számlát a Táncolj és Mulass Egyesület nevére kérem, akkor általában az 50% egyből táncol, és például akkor most vagy később kezdjük el táncolni és mulatni. Tehát maga a nevéből is ugye lecseng ennek a kétszoros kapcsolódása. Egyesületünk 2019-ben kezdte el az első ilyen gasztrotáncos élményét szervezni, akkor még ugye szabadon lehetett egy nemzetközi olyan gasztronómiai fesztivált, rendezvényt szervezni Paptelepülésen, ahol lengyel vendégeink, jó barátaink érkeztek. Gyakorlatilag kölcsönösen bele tudtuk az egymásnak a gasztronómiáját, ételkóstolását vezetni magával a tánc világába. Ott a program ugye a tánc mellé párosult a gasztronómia, ami hatalmas sikert aratott. Tulajdonképpen testvértelepülésről van szó, tehát így jött ez a kapcsolat, vagy miért éppen? Hát a kapcsolat az egészen régre nyúlik vissza. Én mikor fiatal koromban, egészen 7 éves koromban elkezdtem táncolni, akkor ugye nagyon sokat jártunk itt a környező országokba, illetve külföldre táncolni, és mivel én a művészeti szakközépiskolát is elvégeztem, ott 5 éven kaptam egy meghívást, hogy Lengyelországban tartsak egy táncházat, ahova ki is mentünk egy párral, gyakorlatilag ott egy ilyen kurzus volt, ahol lengyel, cseh táncosok voltak, és akkor egymásnak kölcsönösen tanítottunk táncot, és a barátság ez ott 20 évvel ezelőtt megmaradt, és azóta folyamatos és töretlen. Ők nagy szeretettel eljöttek, jól sikerült az első ilyen táncos gasztronómiai rendezvényünk. Majd 2020-ban, hogy szintén maradjunk a táncnál, hát próbáltuk a maskarázással egybekötni a táncos rendezvényünket, ami szintén téltemetés néven Pap településen szintén hatalmas sikert aratott. Ott Isten igazából a gasztronómiát kicsit háttérbe szorítottuk, ott próbáltuk a farsangi maskarázásra kihegyezni magát a rendezvényt. Hát sajnos 21-ben, mint mindenki más, hogy itt a vírus miatt nem tudott ilyen nagyobb volumenű rendezvényt tartani, viszont az éven 2022. február 19 és 20-án megpróbáltuk volna egyben ötvözni a gasztronómiát és a táncot. Viszont ugye itt a jelenlegi járványügyi szabályok miatt ugye itt a nagy mulatság, a nagy fellépők, illetve a táncos rendezvény az hát nem is a háttérbe szorul, hanem szinte teljesen elmarad, ezért próbáltuk itt a gasztronómiára, a rétközi ételekre, illetve a regionális ételekre kihegyezni ezt a 2 napot. Na akkor csináljunk egy kis kedvet ahhoz, hogy megkóstolják ezeket a különlegességeket. Mi mindenre számíthatnak akkor azok a látogatók, akik hozzátok elmennek papra? Mind a 2 napon a rétközi, illetve a regionális gasztronómiai világában szeretnénk mindenkit elkalózolni. Ha mondhatjuk így, az egyszerű disznótoroson, az orjalevesen, a toroskáposztán keresztül a különböző
gyümölcs italokon át, a pálinkákon keresztül, a különböző sütemények, hájas sütemények, tepertűs süteményeken keresztül. Mind a két nap szeretnénk kicsit kalauzolni a résztvevőket, illetve az odalátogatókat, amelyek kicsit párosulnak, most a tánc mellől eljöttünk, mert ugye, hogy nem lehet táncolni, illetve nem lehet olyan zenés rendezvényt tartani, ezért próbáltuk a gasztronómiát úgy megvalósítani, illetve elkísérni a rendezvényen, hogy a helyi termelők be tudnak mutatkozni, illetve amikor elkészülnek, hogy a helyi termelők, illetve a térségben lévő termelőknek a portékáikból lesz elkészítve. Ehhez párosul még, hogy a úgymond kicsit a tánc, illetve a mulatság mellett a helyi termelők is be tudnak mutatkozni. Kisvárdán van a Kerezsi Sajt Manufaktúra, aki előadást tart, illetve különböző sajt különlegességeket lehet megkóstolni, mindenféle kapros töltött, csilis töltött sajt kompozíciók lesznek, valamint a Ferenci Méhészet szintén, aki ugye Mándokon van, ő különböző méz különlegességekkel fog ehhez párosulni, magvas mézet lehet kóstolgatni, illetve különböző ízesítésben. Hát Zsolt, szerintem a kalóriákat most akkor felszedjük, és akkor majd jövőre hát, ha lehet táncolni, vagy legalábbis mondjuk az év második felében, és akkor le lehet mulatni, vagy mozogni mindazt, amit most megkóstolnak az érdeklődők. Van valami klasszikusan tényleg rétközi ízesítés, mert ugye azt mondtad, hogy a hagyományos, vagy az egyszerű orjaleves, toroskáposzta, stb. Van-e valami olyan kis trükk, amit itt bevetnek esetleg a háziasszonyok? Mind a két napon ugye helyi asszonyok jönnek a hájast elkészíteni. Hát ezeket a kulináris recepteket nem nagyon adják ki a kezükből, foszlányokat azokat mindig mondanak, illetve amikor ott vagyunk, ugye az ízek azok gyakorlatilag a mámarába kerít mindenkit, de a kapor, a tejfölös, túrós réteseken át, illetve az ilyen ételek azok biztosan meg fognak jelenni, valamint ugye a tepertű, hát az ami ugye főként majdnem minden ételbe belekerülhet. Hú, Zsolt, lehet, hogy bűn ilyenkor már így este felé ilyen finomságokról beszélni, mert nem tudom, hogy csak én vagyok ezzel így, de amikor így ezt hallom, eléggé vizuális vagyok, és szinte látom és érzem ezeket az ízeket, úgyhogy a nézőket is lehet, hogy kísértésbe hozzuk, de arra biztatjuk őket, hogy menjenek, és tényleg higgyenek. Ne csak képzeljék el, de tapasztalják is, megéljék át ezeket a mennyei ízeket. Úgy tudom, hogy a For Dance viszont táncol majd nálatok. Gyakorlatilag ugye a kettő napunknak a vasárnapi napját fogja az megkoronázni, amikor a farsangról fog, kicsit a maskarázásról fog szólni a délután, amelyet ugye a barongoló kisonattal szeretnénk a településről a hiedelem szerint ugye a betegséget, a gonoszt, illetve minden egyebet előzni, és ehhez jó barátaink, vendégeink érkeznek, ugye mint a For Dance együttes, a Demecseri Pendeljes együttes, illetve a Bakos Banda, tehát gyakorlatilag megpróbáljuk a településre jó nagy zajkeltéssel kiűzni mindent, ami a mai világban sajnos itt mindenkire rátelepedett. Egyébként a maszkba való öltözés, vagy a jelmezbe bújás az kötelező elem, vagy csak szabadon választott? Maga a farsangi jelmezbe bújás az ugye, hát nem kötelező, az gyakorlatilag mindenki, ha szeretne, vagyis aki szeretne, az ugye be tud öltözni, illetve maskarát tud magára ölteni, de maga a rendezvényünk ugye 2004 négyzetméteres szabadtéren zajlik, ezért ott ugye a maszk viselés az ugye nem kötelező előírás, viszont ugye a regisztrációs pontnál mindenki számára maszkot biztosítunk, tehát aki igényt tart rá, azt ugye tudjuk neki szolgáltatni. Én most egyébként a farsangi maszkra gondoltam, tehát akár egy, nem tudom, egy nyuszi, vagy egy malac, vagy bármi, az feltétlenül mondjuk nem helyettesíti a rendes maszkot, de azt gondolom, hogy az is megvéd bizonyos behatásoktól, akár egy heves széltől, hogy az emberen van valami állat. Így van, illetve aki a régi hiedelembe kicsit bele szeretné magát mélyíteni, az akkor ugye itt különböző előadások is lesznek, mind a gasztronómiáról, ami sajnos ugye zárt helyen lesz, ezért ott ugye a kötelező előírások miatt csak védettségi igazolványa lesz hallható, illetve látható bent a teremben, viszont ugye kint, amikor elindul a farsangi maskara felvonulás, akkor természetesen elmondjuk, hogy miért is kell maszkot tenni az arcunkra. Ugye a hiedelem világ az úgy tartja, hogy azért takarjuk el az arcunkat, hogy ugye a
házakban, településeken a kiszebábbal összeszedjük úgymond a egész télen, úgymond megtermelt betegséget, rosszat, és hogy ne ismerjen meg minket, ne jöjjön vissza, ezt a régi hiedelemvilág szerint a településen kívül égették el a kiszebábot, hát mi ezt ott fogjuk a civil és vendégház udvarán, hogy ne vonuljunk ki a település szélére, de gyakorlatilag azért kellett a maszk, hogy a betegség az véletlenül se találjon vissza, sem arra, aki összeszedte, sem a maszkarázó tömegre, népre. Zsolt, nagyon szépen köszönjük, nagyon sok vendéget kívánunk nektek, és hogy mulathassatok, táncolhassatok, és lakmározhassatok ezen a hétvégén. Papon, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mi pedig folytatjuk, még pedig színházzal. Ma van a bemutatója a Váratlan vendég című kamaradarabnak a Móricz Zsigmond Színházban. A múlt század elején játszódó rejtélyes és fordulatos krimi nem csak izgalmakat tartogat a nézőknek, erős társadalom kritikát is megfogalmaz. Stábunk a sajtóbemutatón járt. Ezrésora este, pompás, igazán pompás, és a vacsora is jó volt, civil, üdvelem a szakás. Egy misztikus este Angliában 1912-ben. Két gazdag család egyetlen éjszaka alatt egy tragikus történet középpontjába kerül. Éppen eljegyzést ünnepelnek, amikor megjelenik náluk Gul felügyelő, aki egy fiatal lány halála után nyomoz. Sorra hallgatja ki a jelenlévőket, és a kérdések, válaszok során kiderül, hogy mindannyian ismerték a lányt, és szerepet játszhattak halálában is. A gazdasági fellendülés hozta jólétben, az emberek önzősége, nemtörődömsége és kegyetlensége is górcső alá kerül. Ez a története John Boynton Priestley művének, amit 1945-ben mutattak be először, és később az író életének legismertebb darabjává vált. A 20. század közepén az Angol Színház egyik klasszikusaként tartották számon. A darab rendezője, Guelmino Sándor, nagy örömmel érkezett Nyíregyházára, ahol először dolgozik a társulattal. Elmondása szerint remek próba folyamaton vannak túl, és az előadás témája is nagyszerű. Először dolgozik itt Nyíregyházán, milyen érzés itt, milyen a munka, a próba folyamat? Nagyon örültem már az elején, hogy az olvasópróbán nagyon felkeltette az érdeklődését a darab a színészeknek, és onnantól kezdve nagyon hamar kialakult egy olyan együttmunka, egy olyan lelkesedés, ami egy rendezőnek mindig nagy öröm. És azt gondolom, hogy én alapvetően ezeket a helyzeteket szeretem elérni egy csapattal, és itt nagyon hamar megtörtént, úgyhogy igazán boldog vagyok, hogy egy ilyen jó légkörű próba folyamat van mögöttünk, hát most már ugye mondhatjuk lassan, hogy mögöttünk, úgyhogy nagyon megszerettem az itteni társulatot, és igazán úgy érzem, hogy hatékony munkát tudtunk végezni. És kinek a választása volt az előadás? Közös választás volt, vagy ön ajánlotta esetleg ezt a Váratlan vendéget? Ez úgy volt, hogy nagyjából a színház vezetése megmondta, hogy milyen műfajban kell keresgélni, és akkor voltak ajánlataim, és végül ezt választotta a vezetés. Azt hiszem 6 ajánlatot tettem, és erre esett a választásuk. A kollégáinak és önnek is miért tetszik ez a darab? El lehet árulni valamennyit, egy krimiről beszélünk, nyilván keveset. A krimi jellegéből fakadóan valóban keveset, viszont azt el tudom árulni, hogy azért tetszett meg ez nekem, mert elég komoly társadalmi mondani valóval is bír. És én azokat az előadásokat szeretem, amiben humor is van, de elgondolkodni való is van, és azt hiszem, hogy ez egy olyan mű, ami az érzelmekre is hat, az agyra is hat, és ez igazán érdemes ilyen művekkel foglalkozni. Azon kívül pedig tulajdonképpen azt is elárulhatom, hogy volt ebből pár évvel ezelőtt egy BBC TV adaptáció, ami elég nagy sikerű is volt, és ott raktak be úgynevezett flashbackeket, tehát emlékképeket, amik kifejezetten megihlettek, hogy hogyan lehet ezt színházban megvalósítani, és ezáltal mozgalmasabbá tenni egy alapvetően társalgási darabot, és ez nagyon izgatott, hogy hogyan lehet színházi eszközökkel ezt megteremteni. Én a helyedben ma már belőzném az italt. Az égvilágon semmi bajom nincs. Persze, hogy nincs, még csak azt kéne.
Én csak azt mondom, hogy a nagy örömtől az ember mindig észre se veszi. Hányadik pohárnál tartsa? És hányadiknál? Nem vagy hozzászokva, nem úgy, mint apád. 40 éves korom, még ezt fogom hallgatni. Kit alakít az előadásban? A szerepneve, amit meg igyekszem formálni, az Eric Burlingnek hívják ezt a fiút. Nem tudok róla nagyon-nagyon sokat mondani, mert tekintve, hogy ez egy krimi, minden izgi információ spoiler gyanús lenne, úgyhogy ezt sem, senkinek nem akarom tönkretenni ezt az élményt. Annyit elmondhatok, hogy ez egy gazdag családnak a legifjabbik gyermeke, sok frusztrációval, sok problémával, és igyekszik felnőni ahhoz, amit az apja elvár tőle, amit a család megkövetel, ez egy szép patinás, nemesi rangba készülő család, és ezeknek a elvárásoknak igyekszik megfelelni. Izgalmas feladat egy krimiben játszani? Mindenben játszani izgalmas feladat, de igen, egy krimiben játszani az annyiból pluszban kihívást. Azt hiszem, hogy nagyon szorosan kell fogni itt a történet fonalát, mert hogyha itt egy pillanatra is unalmas lesz a dolog, akkor az súlyosabban vagy súlyozottabban az előadás kárára válik. Úgyhogy igen, ilyen szempontból nagyon izgalmas. És milyen volt a próba folyamat? Remek! Goemino Sándor a rendező kiváló jó hangulatot tudott teremteni, szerintem kivétel nélkül minden próbán. Nagyon-nagyon fesztelen, nagyon barátságos, nagyon-nagyon jó hangulatú próbákon vagyunk túl itt a fináléban, itt a nagy hajrában. Nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt, azt hiszem a társulat majd mindent, vagy a produkció résztvevőinek, minden tagjának nagyon jó élmény volt, meg jó, izgalmas anyag. Úgyhogy nagyon-nagyon üdítő volt. A váratlan vendég fordulatos, rejtélyes, tele van feszültséggel, minden megvan benne, ami egy jó krimihez kell, ugyanakkor erős társadalomkritikája és morális mondani valója okán jóval több is, mint egy nyomozás története. 76 évvel, megírása után, tanítása még mindig időszerű, ennek köszönheti páratlan népszerűségét is. Az előadás szerepeit Szabó Márta és Jenővári Miklós mellett Horváth Margit, Tóth Károly, Urbán Szabó Fanni, Gulyás Attila, Horváth Réka és Tari Patrícia alakítják. Február 7-től több helyszínen és foglalkozással indult újra a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat. Vendégünk Hornyák Enikő sportreferens. Szia, drága Enci! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igen, 9. éve indultunk, és egy igen változatos mozgásrendet sikerült most is összeállítani, ugye állandó újra tervezésre felkészülve, de bízva abba, hogy a lehetőségekkel élhetünk, és újra élőben együtt lehetünk. Jó, egyébként ez a februári indítás, mert ugye még azért ott karácsony tájékán még sokan megengedik maguknak, hogy az utolsó, nem tudom én mit is benyomják, ami még az ünnepekről maradt, és aztán utána szerintem kell egy ilyen lelki felkészülés és egy terv, hogy akkor hogyan tudunk esetleg egy picit egészségesebben élni vagy mozogni. Bár azt gondolom, hogy akik 9 éve rendszeresen részt vesznek a programokon, azoknak minden egyes olyan hét, amikor nem volt Mozdulj Nyíregyháza, az lehet, hogy felért egy ilyen inkvizíciós időszakkal, úgyhogy biztos, hogy ők már nagyon várják, hogy ismét együtt legyenek, és hát persze azt is, hogy azért közösségben legyenek, mert azt gondolom, hogy az emberi életnek ez is az egyik vágya, hogy csatlakozzunk, és ne csak egyedül kínlódjunk mondjuk egy otthoni kis sufniban a súlyzókkal, hanem tényleg lássuk, hogy másoknak is fontos az egészség. Nos, akkor egy picit vegyük ismét át, hogy mik azok a standard mozgásformák, amik nagyon régóta menőek, és mik azok, amik esetleg újdonságnak számítanak most 2022-ben. Igen, aki megnézi a mozgásrendünket, 21 helyszínen van már Mozdulj Nyíregyháza, 16 hét alatt ez közel 800 foglalkozás, ahogy összeszámoltuk, és az applikációba ugye egyesével feltöltöttük a lehetőségeket. Megmaradtak a délelőtti programok, ahol elsősorban ugye a szépkorúak járnak, ez az a Continental Arénában, esés megelőzés, csontritkulás mozgásprogram, vagy a D-Fitnessben egy tartásjavító torna, illetve megnyitottuk ugye a városi úszodát egy délelőtti úszás lehetőségére is. Nagyon népszerű a szenior táncházunk, mind a hétfői, mind a szerdai örömtánc, ott is ilyen 20-30 fővel táncolnak minden héten délelőttönként a szeniorok. Nagyon aktívak, nagyon büszkék vagyunk rájuk, tehát ezúton is nagyon köszönjük, hogy
odafigyelnek az egészségükre, egy igazi példát mutatnak szerintem a jövő generációjának is, hogy ők délelőttöt kihasználva tesznek az egészségükért. Ez is ott van a Continental Arénában, a tánc? A táncház pedig a művődési központban van, tehát bent a belvárosban. Tehát igyekeztünk mindig inkább ilyen belvárosi helyszíneket találni az időskorúak számára. Vannak még lehetőségek, tehát már most mondjuk az időseknek, hogy jövőre, következő évadban, szeptembertől fogunk még újabb lehetőségeket nyitni, de most igyekeztünk elsősorban a külterületekre koncentrálni, hiszen felültöttük Oroson, Sóstúhegyen és Boltbányán a tornatermeket, és itt Gerinctorna várja munka után a külterület lakóit. Összesen már 9 helyszínen van Gerinctornánk a hét szinte minden napján. Ez abból adódott, hogy nagyon népszerű volt hétfőn és szerdán az Rényi Gimnázium, és tényleg nagyon sokan voltak. És hogy próbáljuk ezt a kicsit már szardiniás dobozzá kezdünk alakulni állapotot csökkenteni, illetve ugye a járvány is azért erre késztetett mindenkit, hogy igyekezzünk még több lehetőséggel úgymond csökkenteni a résztvevők létszámát és biztosítani új lehetőségeket, ezért megnyitottunk újabb helyszíneket, így jött be most már ugye Borbánya, Oros, Sóstóhegy, amit szintén nagyon szeretnek, hiszen eddig nyílszülősen is nagyon népszerű volt, vagy a kertvárosban is, de ha belegondolok a Malomkertbe, ugye ott a Móricz iskolában is hetente 30-40-en rendszeresen járnak a Gerinctorna jellegű foglalkozásainkra. Igen, azt gondolom, hogy az nagyon jó, mert azért sokan munka után már ugye igyekeznek hazajutni, és hogyha vissza kell jönni a városba, és ismét, és mondjuk ez pont egy csúcsforgalomban van, akkor esetleg elmegy a kedvük éppen az utazás miatt, és nem a foglalkozás miatt, úgyhogy így akkor mindenki az otthonához legközelebbi helyszínt választhatja. Idén próbáltunk arra is figyelni, hogy még több lehetőséget adjunk hétvégén. Szombatonként a városi úszodában két foglalkozásunk is van délelőtt, egy családi úszás, illetve egy ilyen felnőtt vízitorna, vízi aerobik jellegű, ez előzetes bejelentkezéssel lehet, hiszen korlátozott az oktatói létszám, de aki nem fér be ezekbe a foglalkozásokba, azok se keseredjenek el, hiszen az 50 méteres medencében ugyanúgy lehet szombatonként úszni. Én azt gondolom, az is egy nagyon-nagyon jó mozgásforma, hogyha egészségünket akarjuk megőrizni, illetve tényleg ezt a rengeteget ülünk gép előtt, vagy akár sokan vezetnek órákon keresztül naponta, nagyon jót tesz ugye a saját szervezetéért. Ami szintén új dolog, és igyekeztünk még több programmal színesíteni, ugye megszoktuk már, hogy fit események vannak, akár Katus Attila, akár Béres Alexandra legalább fél évente Nyíregyházára látogat. Idén most 3 nagy fitness alakunk jön, 22-én most februárban Katus Attila, nőnapon Béres Alexandra, illetve március végén egy fitváros rendezvény keretében Rubint Réka látogat majd Nyíregyházára, tehát érdemes már ezt is beírni a naptárakban. Amit megértést kérünk most a nyíregyháziaktól, hogy a tornatermekbe bejönni védettségigazolványa lehet, a nagy rendezvényekre szintén, hiszen a törvényi előírások ezt teszik kötelezővé, a kisebb helyiségekben, például úszoda, jégpálya, ahol úgymond 500 fő alatti létszám van, illetve nem közoktatási intézmény, ott egyenlőre nem kérjük a védettségigazolványt, ott regisztrálni kell előzetes telefonszám alapján. Hát köszönöm szépen, szerintem a lényeget elmondtuk, nagyon színes egyébként ez az órarend, és én azt javaslom mindenkinek, hogy böngészze, találja ki, hogy mi az, ami illeszkedik a saját vágyaihoz, illetve az időbeosztásához, amire kell regisztráljon, ahová nem, ott pedig csak szabadon menjen, és legyen bátor, és próbálja ki magát. Mi is várunk tényleg mindenkit szeretettel, és reméljük, hogy minél többen csatlakoznak, akik még nem csatlakoztak eddig. Köszönjük szépen, Anci! Kedves nézők, mozgás és sport után pedig zenei színház, Halász Judit koncert, interaktív párkapcsolati est és színházi előadások is lesznek idén a Váci Mihály Kulturális Központban. A Lehozzuk Önnek a Csillagokat című programsorozat a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkit megszólít. Jó hír az érdeklődőknek, hogy az intézmény idén nem emel jegyárakat. A részletekről Hellebrand Denikő kérdezte a központ igazgatóját. A pandémia megjelenése előtt ez a programsorozat ez nagyon népszerű volt itt a Váci Mihály Művészeti Központban, mert ez egy olyan sorozat, amely többféle művészeti ágat képes megjeleníteni, a zenétől kezdve a színdarabokon keresztül, mondjuk egy Halász Judit gyermekeknek szóló produkciónán át. Ez egy olyan dolog, ami a közkultúrát itt nagyon jól közvetítette, egy biztonságos, szép környezetben, jó térben. Mennyire készültek erre egyáltalán, mikor kezdtétek a szervezést?
folyamatosan készünk természetesen. Ugyan nem ezzel az elnevezéssel, de a pandémia alatt is voltak ebből programok. Most láttuk elérkezettnek azt az időt, hogy egy programfüzetet is ki tudunk bocsájtani, illetve legalább nyár végéig előre tudunk látni, és összejött annyi színház, illetve koncert ajánló, amiről szól ez a programsorozat, hogy szerettük volna ezt sajtótájékoztató keretében bemutatni, mindenki bátran jöjjön, vigyel a programfüzetet, és természetesen nagyon bízunk benne, hogy nagyon sok jó programot fognak benne találni, és újra megtisztelnek a látogatók bennünket, és nagyon sokat fogunk tapsolni, nagyon sok feltöltődéssel, kulturális élménnyel gazdagodunk, gazdagodnak a kedves látogatók, úgyhogy ehhez szeretnénk mi az alapot megteremteni ezekkel a színvonalas koncertekkel, illetve színházi előadásokkal. Hogyha belelapozunk ebbe a kis füzetbe, akkor tényleg azt látjuk, hogy változatos a programkínálat. Ha csak egyet kellene mondjuk kiemelni, te személy szerint melyiket várod a legjobban? Őszintén, ami most legközelebb van, annak nagyon örülünk, mert hogy két év után elmondhatjuk, hogy egy színházi, saját szervezésű színházi előadásunk full telt házas. Minden pócékre eladtuk a jegyeket, tehát ez nekünk óriási önbizalmat, illetve sikerélményt ad. Nem hiába dolgozunk, a közönségünk kíváncsi a programsorozatainkra. Tehát most a közeljövőből ezt emelném ki, de hát nagyon közel áll mindegyik a szívemhez. Nagyon sokan visszavárják Halász Juditot, aki ugye márciusban fog el látogatni hozzánk. Nagyon kíváncsi vagyok, ugye itt járt nemrég nálunk a Csík zenekar, pár éve, óriási sikerrel, akkor hetekkel előtte nem lehetett már jegyet kapni erre a rendezvényre. Most Csík János a másik formációjával, a Mezzóval fog ellátogatni hozzánk. Én nagyon bízom, hogy hasonló fantasztikus sikerrel, mint maga a Csík zenekar. Vannak itt olyan nevek, akiket korábban már láthattunk itt, ahogy említetted például Csík Jánost vagy Halász Juditot. Ez azt jelenti, hogy akkora sikere volt ezeknek az előadásoknak, hogy visszavárja őket Nyíregyháza? Igen, igen, ebbe megerősítenélek. Ugyanez mondható el, igen, Halász Juditról, Csík Jánosról, illetve Szentpéteri Csilla is volt már itt egy adventi koncerttel, akkor is fantasztikus sikert aratott, teljesen telt ház volt, és most például Csilla is elhozza a Szentpéteri Csilla bandet, illetve egy sztár vendéggel, Vastag Csabával kiegészülve, aki úgy gondolom Nyíregyházán, Szabolcs megyében is nagyon sok rajongója van, illetve egy fantasztikus Amerikában is bemutatott látványvilággal tér ide vissza Nyíregyházára, tehát hasonló, de mégis teljesen más koncert élménnyel gazdagodhatnak, akik eljönnek majd arra az estére. És ami talán örömhír lehet még mindenki számára, hogy a jegyárak azok változatlanok. Így van. Több éve nálunk ezekkel a jegyárakkal dolgozunk, sőt mondhatom a programfüzetben van olyan is, ami még ettől a helyától lejjebb megy. Próbálunk olyan színvonalas, egyedi produkciókat elhozni, amelyekkel tartani tudjuk ezeket az árakat. Ez viszont tényleg az is szükséges, hogy a kedves közönségünk jöjjön el, váltsa meg a belépő jegyeiket, mert ezek a full telt házas előadások, hogyha megtörténnek, akkor tudjuk természetesen ezt a színvonalat tartani, illetve akkor tudjuk ezt a jegyárakat, mert egyébként a világ elszaladt a fellépti díjak kapcsán, de ameddig csak lehetséges, és ebben a programfüzetben tartalmazó előadásokra ezeket a jegyárakat évek óta mi szeretnénk tartani. Ez pedig már a Weekend második része. Közel 20 éve Angliából indult el a kezdeményezés, amely minden februárban egy hétig a házasság és a család fontosságára hívják fel a figyelmet. Hazánkban a keresztény egyházak és civil szervezetek 2008 óta rendeznek országos eseménysorozatot. Vendégem Nagy Csaba atya, egyházmegyei családreferens, plébániai kormányzó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2008 óta, hát gyakorlatilag ugye most már 14 esztendeje rendezik meg ezt a gyakorlatilag nem napot, hanem egy eseménysorozatot, amely úgy gondolom, hogy azt is mutatja, hogy nem elég csak egy napig gondolkodni és esetleg ünnepelni, hanem egy héten keresztül nap mint nap egy kis felkiáltójel, vagy egy kis megerősítés azoknak az embereknek, akik valóban komolyan gondolják, hogy az életüket családban és házasságban szeretnék eldönteni, vagy eltölteni. Mennyire van veszélyben egyébként a házasság intézménye? Úgy fogalmaznánk, hogy a házasság aranykora úgy lejárt.
a 60-as, 70-es években. Nyilván azt látni kell, hogy a család alapja az mindig az az életszövetség, ami megvan a férfi és a nő közt. És ez azt hiszem, hogy minden kapcsolat veszélyben van. Nyilván itt nem megyek bele ideológiákba, de azt érezzük mindannyian, hogy a kapcsolatainkat, a legmélyebb és a legszilárdabb kapcsolatainkat sok minden támadja. És ez nem főtétlen az ideológiák vihara, hanem csak egyszerűen az emberi oldalak, vagy pedig akár a munkavilága. Tehát ezek mind-mind azt hiszem, hogy lehetnek átkok is, de lehetnek áldások is egy család életében, vagy pedig egy kapcsolat életében. Azt mondják, hogy tulajdonképpen az önismeret magas iskolája az a párkapcsolat, vagy az önismeret egyeteme. És ahhoz, hogy az ember lelkileg fejlődjön, ahhoz azért sokkal nehezebb, amikor családban van, vagy párkapcsolatban. Egyedül lehet, hogy csak az elméleteket futtatja, és úgy gondolja, hogy ő már valószínűleg egy tökéletes ember, de amikor mindennek a főpróbája ugye megtörténik, és párkapcsolatba kerül, vagy családot alapít, akkor sokszor kiderül, hogy amit elméletben tudott, azt sajnos a gyakorlatban nem biztos, hogy meg tudja valósítani. És sajnos ugye nagyon sok szépen induló kapcsolat egy hosszantartó rózsaszín időszak után aztán mégis elkezd szürkülni. Én azt látom, hogy ott, ahol azért ez a szövetség erős, vagy esetleg meg van támogatva mondjuk egy hit által, vagy egy jelesül az Isten hit által, ott azért könnyebben vissza tudnak találni egymáshoz. Hány olyan pár van, akik nem csak a házasságra készülnek föl, és mondjuk olyankor mennek el például egy ilyen felkészítésre, hanem esetleg egy válságban is keresik mondjuk a hitüket? A válság, a krízis helyzet az minden kapcsolatban jelen van. De azt is érdemes látni, hogy nem csak egy krízis van, a krízisek nem járnak önmagukban. Krízis halmazok vannak. És ez az életkori sajátosságok, vagy a fejlődés, az emberi fejlődésnek a velejárója, maga a krízis. De azt is látni kell, hogy a krízisben tönkre is mehet egy kapcsolat. De ki is lehet kerülni belőle megújulva, feltöltődve, vagy reménnyel teli. Nyilván, hogy a párok olyankor szoktak bennünket keresni, amikor már úgy elkezdenek egymás mellett párhuzamosan élni. És ez veszélyes, mivel a párhuzamos világ az nem tud sokáig együtt munkálkodni és együtt létezni. Ugye a párhuzamos egyenesek a végtelenben találkoznak, de a párhuzamos sorsoknak nehéz. Jelenben ugye kapcsolódni. Igen. Hát azt gondolom, hogy órákon át beszélgethetnénk erről. Én is azt hiszem, hogy aki egy krízisből kijön, az a megküzdésnek az erejével tud tovább élni, és az már egy következő krízisben ugye egy olyan gyakorlati kapaszkodó, amikor tudja, hogy hogyan is tud a problémával szembenézni és megküzdeni. Egy kicsit beszéljünk erről a hétről, hiszen 13-án kezdődött. Mi minden történt itt a megyében, illetve akár országos viszonylatban, és aki még most ezen a hétvégén esetleg szeretne csatlakozni, van-e rá lehetősége? Először is Marton Zsolt püspök atya nyitotta meg a házasság hetét Budapesten, és ezzel tulajdonképpen ez a hét mind az egyházmegyékben, mint pedig országos szinten is óriási lehetőségeket adott akár a civil szervezeteknek, akár pedig az egyházaknak is. Tehát itt egyházmegyékben tudok jó pár olyan szép kezdeményezésről, akár Debrecenben, akár pedig itt Nyíregyházán is. Most inkább a nyíregyházi eseményekről szeretnék kicsit beszélni. Itt a Nyíregyházi Józsavárosi Szent Imre plébánián szerveztük meg a házasság hetét 3 alkalommal. Az első estén volt egy közös elmélkedés, a válságok, a krízis helyzetek, hogy mi az, ami megtartja a házasságot, hiszen ennek a házasságnak, a házasság hetének a mottója, hogy maradjunk együtt, tehát hogy mi az, ami támaszt tud adni egy párnak, egy párkapcsolatnak. A szerdai nap pedig egy rendezvú vacsorára invitáltuk a párokat,
tehát ez egy meglepetés volt, úgyhogy amikor felültek a buszra, akkor nem is tudták, hogy merre megyünk, ugye kérdezgették, hogy hát hova megyünk. Mondom, az állatkert. Aztán nyilván más irányt vettünk, Nagykáló fele, akkor hova megyünk? Mondom, Nagykálóba várnak bennünket a sziáterek. De aztán végül is eljutottunk a helyszínre is, és meglepetve, szinte sokkolva. De azt hiszem, hogy ez egy olyan lehetőség, amikor a párok csak a pár kapcsolatukra is egymásra figyelhetnek. Nyilván a vacsora közben volt jó pár feladat. A csütörtöki nap pedig egy szentségimádásra, egy közös imádsággal zártuk le ezt a háromnapos sorozatot, valamint a szombati nap, azaz a Ferenc püspökatya, Palánki Ferenc püspökatya pedig megáldja a jubiláns házasokat az egyházmegyéből, akik a társszékes egyházba jönnek. Valamint a holnapi nap, pedig vasárnap, pedig nem más lesz, mint egy közös házasság útját fogunk járni a délután 3 órakor a párokkal, a házas párokkal, úgyhogy erre még van lehetőség, hogy és biztatok mindenkit, hogy kicsit úgy elmélkedje végig, hogy a házasságnak a bizonyos szakaszait. Csaba atya, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és biztatjuk a házasokat, hogy még akkor a hétvégét töltsék együtt a közösséggel. Én is azt mondom, hogy maradjunk együtt. Köszönjük szépen. Kedves nézők, végre önmagát adhatja a színpadon, nem kell mások bőrébe bújnia, ezért is szereti Kubik Petra Ez van ez című dalát, mellyel versenyben van az Évdala 2022 címért. A kisvárdai születésű színész énekesnő Szirtes Edina Mókussal és Müller Péter Sziámival dolgozik első szólóalbumán, Petrával videóhíváson keresztül készítettünk interjút. Ez van ez már így marad. Nem tehetségkutató műsorról van szó, ugye, és pontosan ezért is vettem a bátorságot, hogy jelentkezzek ebbe a műsorba, mert azt gondolom, hogy egy olyan értékes és minőségi felületről van szó, ahol már szakmában olyan neves emberek, illetve vegyesen olyan, tényleg olyan tehetségű művészek, fiatalabbak, idősebbek, vegyesen mindenféle korosztályból és stílusból megmutathatják magukat, akik egyébként mondjuk elfeledettebbek, vagy nincs lehetőség arra, vagy nem is az, hogy nincs lehetőség arra, csak hogy tényleg ez egy olyan kis platform, ahol szerintem érdemes muzsikálni, zenélni, mert még lehet. És ez nagyon fontos szerintem. Úgyhogy iszonyatosan hálás vagyok azért, és azoknak az embereknek, hogy ott lehetek. Mert szerintem ez egy megtiszteltetés, kitüntetés, és tényleg egy minőségi dologhoz adja magát az ember. Igen, hát ugye itt 2022-ben most, ha jól tudom, ilyen 455 pályamű érkezett be ebbe a versenybe, és hát gyönyörűen menetelsz eddig. Ez úgy indult eredetileg, hogy pandémia alatt így elgondolkodtam, hogy milyen jó lenne most már végre csinálni valami egyéni zenei alkotást, valami szólólemezszerűséget, vagy ilyesmi, és akkor a Müller Péter Sziámival és a Szirtes Edina Mókussal elkezdtünk dolgozgatni egy lemezen, és erről az egyik dal, az Ez van ez című nóta, amit beneveztünk a dalba, és hát nagy szerencsénkre bejutottunk abba a 40 produkcióba, akik megmutathatják magukat a televízió nézőinek. Nem kifejezetten egyáltalán nem ebbe a műsorba készült a dal. Ez az én egyik személyes történetem, amit a Mókus csodálatosan megzenésített. Ez egy tök nagy szerencse, meg mázli, meg tényleg ez egy ilyen kitüntetés, hogy mi ott lehetünk ezzel a dallal, és valóban az ember ezt igazából így fel sem fogja, hanem csak úgy csinálja, és jön egyik akadály a másik után, és azt veszed észre, hogy jó, ezen is túl vagyunk, azon is túl vagyunk, tehát mikor kiderült, hogy benne vagyunk abban 40-ben, akkor ugye körvonalazódott, hogy valamikor majd mennünk kell a televízióba előadni ezt a dalt, és akkor már azt vettem észre, hogy már ott vagyunk, és akkor most ugye a középdöntő előtt állunk, ami azt jelenti, hogy a következő fordulóban akusztikusan kell majd előadni a
tehát akusztikus feldolgozást kell mutatni a nézőknek, a hallgatóknak a dalunkból, és hát most erre készülünk teljes gőzzel. Azért, hogyha a magyar muzsikára gondolunk, akkor Szirtes Edina Mókus meg Müller Péter Szijjámi neve szerintem mindenkinek ismerős. Ti honnan ismeritek egymást, mióta a kapcsolat? Hát tulajdonképpen ezt a színházi munkáimnak köszönhetem abszolút, tehát mondhatom azt, hogy a több éves színházi munkáimnak köszönhetően ismertem meg a Mókust, és a Szijjámit is, és mind a kettőjükkel dolgoztam együtt, külön-külön másik produkcióban, de már akkor is a színházban is éreztem azt, hogy különleges emberek, különleges művészek, megmondom őszintén, álmodni sem, de álmodni igen, de csak álmodni mertem arról, hogy majd együtt dolgozhatok velük valamikor. A Mókust volt, hogy megkérdezgettem, hogy esetleg lenne kedve valamit csinálni, és mindig azt mondta, hogy igen, de én megmondom őszintén, hogy én voltam az, aki nem ismertem úgy komolyabb szintre vinni ezt a beszélgetést, mert nem is gondoltam volna, hogy ő leállna velem, tehát, hogy egy kis porszemmel. És én tényleg azt tudom ilyenkor mondani, közhely, nem közhely, hogy merni kell nagyot álmodni és belevágni, és aztán mindent beleadni, és az ember mindent belead, akkor előbb-utóbb annak valahol gyümölcse lesz. És a Szijjámival is valahogy így keveredtünk össze, hogy dolgoztunk együtt, ő nagyon sok darabnak ugye írta a dalszövegét, és dolgoztunk együtt több produkcióban, aztán egyszer csak ő is megkeresett engem a színházba, elkezdtünk beszélgetni egy teljesen másik dolog kapcsán, ő keresett meg akkor engem, dalszövegírással kapcsolatosan, és akkor én mutogattam neki már ilyen dalszövegkezdeményeimet, és akkor az nekem egy óriási megtiszteltetés volt, hogy ő, mint mester, megnézi az én dalszövegeimet, és meghallgatja, és véleményt mond, és aztán terelődött arra a téma, hogy akkor mondtam neki, hogy én szeretnék majd egy lemezt valamikor, és akkor ő mondta, hogy ott akkor kezdjük el. És tényleg valahogy ilyen igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy csak kérni kell, és persze tenni érte, de néma gyereknek anyja se érti a szavát, és akkor, hogyha elkezdesz valamint dolgozni, akkor utána az valahogy beindul, és ha mindenütt zöld lámpákat kapsz, akkor az valahol azt jelenti, hogy az univerzum azt akarja, hogy ezt csináld. Vagy hogy erre menj, hogy ez a te utad. És nekem volt már több zenei próbálkozásom a színház mellett, de valahogy mindig azt éreztem, hogy nem az én utam az még, az nem egészen az enyém. És most azt gondolom, hogy ez most az. És ugye azt mondtad, hogy ez a dal, ez egy személyes történet. Hogyha esetleg valaki még nem hallotta, hogy mi is ez a történet, így nagy vonalakban elmondod? Nem szeretném. Nem szeretném azért, mert ez egy személyes történet. Nem azért írtam meg ezt a dalt, hogy hasznot húzok abból, hanem egyszerűen csak jött szembe egy ilyen felismerés az életemben évekre visszamenőleg, és azt mondtam, hogy hú, hát ez hogy? Ez tényleg így, akkor miért döntöttem úgy, vagy akkor hogy éltem meg én azt a pillanatot? Egy szerelmi szárról van szó, persze. És arra gondoltam tavaly nyáron, hogy hát én ezt kiírom magamból. Szerintem az írás az egyébként nem véletlenül használták régen is ugye a költők, írók arra, hogy megírták a fájdalmaikat, sérelmeiket, az őket ért boldogságot akár, mert kreatív erőket mozgat. És mit írjon meg az ember, ha nem a saját történetét, hiszen abban a leginkább ismeretes. És akkor én arra gondoltam, hogy ez mint egy ilyen valahogy, ahogy feldolgozza az ember magában ezeket a történéseket, mint egy ilyen terápiát, így kiírom magamból, és egyszerűen ez így kijött belőlem. Szóval tényleg nem tudom azt mondani, hogy gondolkodtam nagyon-nagyon sokat a sorokon, mert egyszerűen csak így egybe így jöttek egymás után. Valahogy pontosan tudtam, hogy mit szeretnék vele kifejezni, hogy én mit érzek, mi ez számomra ez az érzés, és ha az ember ezt pontosan tudja, és meg tudja fogalmazni, akkor valószínűleg le is tudja írni. És aztán így megmutattam a Szijjáminak, és mondtam, hogy én ezt ilyenre gondoltam, és hogy ebből csináljunk már egy dalt. És aztán így született az Ez van ez. És tényleg azt gondolom, hogyha arra nagyon hasznos volt az a
a szakaszom, az életemnek az a szakasza, akkor hogy ez a dal megszülessen, akkor minden oké, minden a helyén van. Megszületett a dal, és ha jól tudom, akkor készül hozzá a videóklip is. Már elkészült, ezt a napokban meg is fogjuk majd osztani, még most ilyen picike, apró kis simítások zajlanak, de tulajdonképpen már megcsináltuk. Egy nagyon egyszerű, letisztult dologról van szó, ami tényleg ilyen... Én azt szerettem volna kifejezni vele, és az alkotótársaimmal is azon gondolkodtunk, hogy nagyon egyszerűen, nagyon letisztultan, de mégis ilyen pulzáló érzelmeket vigyünk bele, ahogy az ember mondjuk megél egy ilyen dolgot, amikor már nem a... Tehát ez a szerelmi történet, ez számomra nem szenvedést mutat be. Ezt mindig szeretem tisztázni, hanem ez egy nagyon kellemes emlék, ahogy visszagondolok én erre, hogy és azért ez a cím, és hogy ez van ez, mert az ember elfogadja, és beépíti magába, és ez így van jól, ez így volt jól, ő is ment az ő maga útjára, én is mentem az enyémre, és ez ennyi. Csak az ember még ilyenkor is emlékszik rá, és elgondolkodik, vagy eljátszik a gondolattal, hogy mi lett volna, ha. Ugye ezen az ember szerintem nagyon sokat gondolkodik, hogy mi lett volna, ha akkor úgy dönt, ha akkor azt a másik utat választja. Szerintem az a fontos, hogy az ember úgy élje az életét, hogy ezen ne kelljen gondolkodni, vagyis legalábbis minél kevesebbet. Véget érni mégse fog, bár a szívem itt nyafog, attól tartok végzetes, de kiabítva mégse lesz. XXI. Alkalommal jelent meg Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Nyíregyháza sportévkönyve, az egész országban egyedülálló megyei sportalmanahot. Bodnár Tibor és a Kölcsei TV egyik alapító tagja, a sportszerkesztője H.R. Zsigmond készítik évről évre. Ők ketten szerintem a sportújságírás Sztárszki és Hátcsa, de mondhatnám azt is, hogy egy legyőzhetetlen páros, hiszen tavaly jubiláltunk, a 20. évkönyvet tartottam itt a kezembe, és hip-hop eltelt egy év, és már is itt a 21., ami ráadásul jóval vastagabbnak is tűnik, mint a tavalyi évkönyv. Mi ennek az oka, fiúk? Hát ennek leginkább az oka, hogy a 2021-es esztendő sportot tekintve is gazdagabb volt, mint a 2020-as, és hát ennek... A koronavírus volt a 2020-as végnyabb évkönyvnek és végnyabb sportéletnek az oka. Hozzáteszem, a 21-es sem volt teljes, de ettől függetlenül azért lényegesen gazdagabb volt. Nem szakadtak félbe bajnokságok, ha csak globálisan nézzük, meg tudták rendezni az olimpiát, és próbálta mindenki a sportban is a lehetőségekhez képest normálisan élni az életét, és ez azért látszik a könyvben is, hogy gyakorlatilag minden sportágban megrendezték azokat a nagyon fontos kiemelt versenyeket, amelyeket meg akartak rendezni. Azért ne kövessük el ezt a hibát, hogy úgy beszélgetünk a könyvről, mint hogyha mindenki tudná mondjuk az elmúlt 20 év termését, mert azért bízunk benne, hogy van olyan néző, akinek tudunk most újat mondani, és a jövőben már ők is nagy tudással lesznek felvértezve a sportévkönyv kapcsán. Mi egyébként a leosztás nálatok? Hogyan dolgozik egy sportújságíró-szerző páros? Hát semmiképpen nem úgy, hogy mondjuk zsigeri a magánhangzókat, én a máshangzókat. De hát hozzám tartozik dönten az archiválás, a lexikális rész, és akkor a benne lévő írásokat pedig azokat nagyjából elosztjuk, illetőleg hát Zsiga még egy nagyon fontos feladatot ellát, a menedzselését, a projektnek a kézben tartását. Igen, és ezt hozzá is kell tennem, hogy beszéltünk róla, ez a könyv anélkül nem jön elét, hogy nincsenek támogatók, és egy nagyon fontos támogatót meg kell, hogy említsek, elindult egy program, Nagy Béla program a neve, ha ki a sportban, vagy a Ferencvárossal kapcsolatban képben van, tudja, Nagy Béla volt a Fradi krónikása, és elindult egy ilyen program néhány évvel ezelőtt, hogy az ilyen kiadványokat támogassa, és jelentős szerepe van ennek a programnak abban, hogy ezt a könyvet a kezünkben tudjuk tartani, és akkor még csak ide szúrva arról nem is beszéltem, hogy a tavalyi évben, aki valamilyen szinten vásárolt akármilyen papírterméket, az tisztában van vele, hogy emelkedtek az árak, és hát annak a papírnak is emelkedett az ára, amelyből
ez a könyv elkészült. Igen, és ahogy a kezembe tartom, és egy nagyon szép könyv, például sok esetben találkozom évkönyvekkel, vagy bármilyen hasonló ismeretterjesztő kiadványokkal, hogy egyszerűen nem tudnak színes oldalakat beletenni a könyvbe, mert nyilván az a kiadás költségeit azért erősen megdobja, itt viszont nagyon szép fotókkal. Igen, igyekeztünk, hát a fotótechnika is rengeteget javult az elmúlt 21 évben, most már gyakorlatilag telefonnal is lehet olyan képeket készíteni, ami minden további nélkül helyet kaphat a könyvben, plusz a nyomdatechnika is azért 21 év alatt fejlődött, meg minden technika, tehát igyekszünk lehetőségekhez képest a legjobbat kihozni, de például az sem véletlen, hogy visszatérve az anyagiakra, hogy ez nem egy kemény borítós könyv, hanem egy puha borítós könyv, mert gyakorlatilag kis túlzása megduplázza a kiadás költségét. És hát tulajdonképpen a fotókra visszatérve, nyilván a sport újságírásnak valahol ugye a fotó is a része, mert egy-egy elkapott hangulatot, egy gólt, egy frenetikus öröm megnyilvánulást azért vissza lehet adni egy cikk sokkal szórakoztatóbb, vagy érdekesebb, hogyha az fotóval is illusztrálva van. Egy-egy fotó kifejező, és nyilván olyan pillanatokat is meg lehet örökíteni, amit leírni nehéz, vagy egyenesen lehetetlen, meg hát látjuk, hogy hova tart a világ, tehát a social médiákban is, tehát ahol már nincs fotó, uram, bocsánat, videó, nyilván ezt ebben nem tudjuk prezentálni, azon már túl is lép a felhasználó. Egyébként ugye nem csak egyéni dolgok vagy versenyek, hanem gyakorlatilag igazándiból a tömegsport eseményei is megjelennek, vagy olyan nagyszerű dolgok, ami sok városlakót is érintett, ahogy itt bele pillantottam, például a Bringa Piknik, Bringa Város, ugye mi már ilyen bringás városnak hisszük, vagy gondoljuk magunkat, és nagyon sok kerékpárút is van, illetve több olyan esemény, amin szívesen vesznek részt a nyíregyháziak, sőt nem csak a nyíregyháziak, hanem azt gondolom, hogy az ország számos pontjáról érkeznek ide, úgyhogy büszkék lehetünk azt gondolom, hogy a sportéletre, meg erre a kiadványra is. Továbbra sincs olyan más megyebeli sportújságíró, aki megpróbálja ezt a titkot ellopni tőletek, és csinálni nem egy hasonlót? Nem tudunk róla, meg szerintem nincs is, mert azért itt-ott találkozgatunk olyan kollégákkal, akik más megyékben dolgoznak, és ilyen jellegű vállalkozásban nem vágott bele senki, és visszatér még, amit tettél a tömegsportra, de ezen a területen is rengeteget változott az elmúlt 20 évben a világ. 30 évvel ezelőtt megmosolyogták azt, aki mondjuk fut, akár magányosan, akár csoportosan, ma életformává vált, és talán nem árulok el azzal a titkot, hogy Tibor barátom is futott már le maratont, a nulláról indulva, tehát sokaknál életformává lett, és rengeteg embert érint. De miért volt az, hogy 30 évvel ezelőtt megmosolyogták? Egyszerűen nem volt benne, legalábbis Magyarországon emberek úri mindennapjában. Úri hóbortnak gondolták? Vagy valamilyen? Furcsának tartották, szerintem egész egyszerűen. Aha. De hát ha belegondolsz, 30 év azelőtt nem nagyon találkozhattál olyannal, hogy mondjuk a sóstói kerékpárúton nem fészel a kocogóktól, vagy a kerékpározóktól, vagy ha betévedsz az erdőbe, akkor folyamatosan jönnek szembe, nem állnak meg, csak köszönnek, de ha mondjuk megállnak, akkor soha nem érél át az erdőn, annyi ismerős van. Lehet, hogy egyébként ez a túlélésnek az egyik titka, tehát nyilván a stressz, illetve a világnak a felgyorsult tempója az, ami miatt kell valamilyen ventilációs lehetőség, vagy egy ilyen megnyugvási folyamat, és hát erre a sport azért kiváló. Akkoriban beültek a Trabantba, kimentek a telekre, és ez fölváltott. Meg hát a versenysportra visszatérve azért egy sportrendezvény legyen akármilyen élmény. Tehát én azt mondom mindig, hogy a világ két legjobb futballcsapata játszik egymással egy barátságos meccset, nem ad akkora élményt, mintha nem megbántva mondjuk két megyei első osztályú csapat egy tétmeccsen játszik egymással. Fiúk, 2021-ben számotokra mik voltak a legizgalmasabb sportesemények? Egy kicsit akkor szemezgessünk a könyvből. Hát a címlap ezt nagyjából vissza is tükrözi, mert ugye az élményt azért az eredményesség is befolyásolja, vagy megadja. Azért most tényleg nem panaszkodhattunk túl azon, amit Zsiga is mondott, hogy a nagy világversenyeket is megtartották egyéb csúszásra az olimpia mellett. Ugye a futball EB-t volt részünk beleszagolni a utóbbi levegőjében, de hát azért hazabeszélve itt láthatjuk, hogy bajnok és kupa győztes lett a női röplabda csapatunk, feljutó és szintén amatőr kupa győztes a férfi kosárlabda csapatunk, a kisvárdai futballisták remekelnek, és ősszel is, tavasszal is klub és megyei rekordot, döntő helyezést értek el. Voltak olimpikonjaink, fogadhajtó világbajnokunk, úgyhogy ezek meghatározó eredmények és élmények is voltak.
meg hát a személyes élmények, ugye azzal megint nem árulok el titkot, hogy Tibi pingpongozott valamikor, Majoros Bencét például, aki Nyírbátorban egy kisvárosba jutott el az olimpiára, attól a korától ismerjük, amikor gyakorlatilag ütőt vett a kezébe, és ott Csekős Anyi mondta, hogy ez a gyerek még sokra viszi, vagy a kosarasokat, gyerekkorunktól ott voltunk már az akkori kosárcsapat meccsén, végig kísértük az elmúlt 30 évüket, tehát személyes kapcsolatok is megvannak, meg személyes emlékek is ezekkel a sikerekkel kapcsolatban. Én. És akkor mit tegyük ide hozzá, bocsánat, Fucsovics Marcit, aki szintén az a kategória, amit is elmondott, hogy Bence, bár az ő kezét egy kicsit el kellett engedjük, mert ugye ő már egyesületileg nem ide tartozik ez a megyéhez, és nyilván nem minden ilyen nem tudjuk, akkor tényleg 3-5-ször ilyen vastag lenne, ha mindenkire időt fordítanánk és helyet, de természetesen az ő sikere és büszkék voltunk. Hozzátéve, ő mindig úgy említik meg, ő is úgy mutatkozik, hogy nyíregyházi teniszező, tehát azért ez megmaradt. Nem akarok ünneprontó lenni, csak mégis egy gondolat erejéig, azért veszteségei is voltak ennek az évnek, kik azok, akikre tulajdonképpen már csak emlékezni tudunk. Ebben a könyvben olyan nagy formátumú sportvezető, edző nem kapott most helyet. Sajnos a 2020-as esztendő volt ilyen szempontból olyan, ami veszteségekkel volt teli, úgyhogy ezt nem is bántuk, hogy most nem kellett nekrológot. Én is bízunk benne, hogy a 22-esben sem kell, ami már nem tagad, nem árulunk el titkot, készül, köszönhetően Tibinek. És bízunk benne, hogy ez így is marad, bár hozzátéve, hogy ahogy telnek az évek, ugye azért 21 év, csak múlik mindenki felett, de bízunk benne, hogy akik itt vannak, és dolgoznak, a megye meg a város sportjára, még sokáig közöttünk maradnak. Hát az a lényeg, ugye a mai műsorban megtudtuk, hogy a házasság hetének a mottója az volt, hogy maradjatok együtt, úgyhogy bár nem vagytok házasok, de ez már-már felér egy ilyen nagyon szoros szövetséggel, úgyhogy maradjatok együtt szerzőpárosként, és maradjatok egészségesek, fittek, úgyhogy akkor várjuk a 22. kiadást is. Köszönjük majd. Szépen, mi ezt kívánjuk mindenkinek, és köszönjük, hogy itt lettünk. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézők, ezzel véget is ért a Weekend mai adása. Köszönöm, hogy velünk tartottak, ne feledjék, szombaton nem csak a Rétközi Fesztiválra, Papközségbe, hanem a Sóstói Múzeum faluba, a 4. nyírségi disznótoros fesztiválra is várják a látogatókat. Kellemes hétvégét kívánunk a stáb nevében mindenkinek, a jövő pénteki viszontlátásra.